Minden hétköznap reggel, ima pajzs. Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs. Halleluja! Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket ezen a gyönyörű pénteki napon, és nagyon szép a november, nagyon-nagyon-nagyon szép, hogy Isten velünk van, és a szívünkben él, és a testünkben lakik, és mindegy, hogy esik az eső, süt a nap, fúj a szél, vagy esik a hó, teljesen mindegy, mert Isten hűséges, és Isten csodálatos, és Isten hűséges hozzád. Ha te hűséges vagy, akkor Isten hűséges. Sőt, ha te hűtlen vagy, Isten akkor is hű marad, azt mondja Istennek az igéje. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm az online gyülekezeti tagjainkat is. A november a hűség hónapja az ima pajzsban. Halleluja! Isten hűséges hozzánk is, jó reggel! Nekünk jó reggel megemlékezni Isten hűségéről, jó reggel az Urat keresni, az ő arcát szüntelen. Jó neked, hogyha azzal kezdsz föl, hogy jó reggelt, Szent Szellem! Jó reggelt, drága Jézus, hogy a fókuszodat rögtön, mikor kinyitod a szemedet, akkor Istenre helyezed. Mert amit látsz, amit nézel, olyanná válsz. És amit nézel, az emelkedik nagyra a te szemeidben. És ha Jézust nézed, és Istenre nézel, akkor egy óriási nagyot fog növekedni a te szemedben, és a problémáid, a kihívásaid, a kudarcaid és a vereségeid pedig nagyon picik lesznek a te szemedben is. Ezért nagyon fontos, hogy mit nézel, és mire nézel. És az Ima Pajzs című műsorunkat látjátok, ez egy nemzetközi imablokk, ahol 20 országban gyűlünk össze minden hétfőn, és minden pénteken is most, kedves testvérem, barátom, ismerősöm, szerettem, te is ennek az ima programnak vagy a része, és hozzá tudsz valamit tenni ahhoz, hogy Magyarország megtérjen, hogy Miskolc városa újjászülessen. Te is leszel, és vagyis egy imádkozó ember, egy akaraton tudunk lenni, és ez egy csodálatos dolog. Ketten egy akaraton vagyunk bármi dolog felől, akkor Isten megadja azt, amit kérünk. És ha nincsen imapárod, nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kezdjél el imádkozni, hogy legyen egy imapárod, lehet, hogy ez a feleséged, a férjed, a szövetségesed, vagy a nagymamád, vagy a gyermeked. Ha nincs imapárod, kérlek szépen, akkor imádkozzál, és Isten fog neked adni egy imapárt, hogy legyél valakivel egy akaraton, ha online gyülekezeti tag vagy, akkor lehet az online pásztorod is, a te imapárod. És fogunk most imádkozni, és meghívjuk a Szent Szellemet. Drága kedves Szent Szellem, ezen a mai napon is, Uram, téged magasztalunk, téged dicsőítünk, téged áldunk, és téged imádunk. És drága kedves Szent Szellem, így alázom meg a szívemet és az életemet a te hatalmas kezed alatt, és megvallom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen szükségem van rád. Szükségünk van rád, drága Szent Szellem. Kérek, hogy légy áldott irányítója ennek az imablokknak, adj nekünk rémát, adj nekünk tudomokat, szólj hozzánk, Istenem, mert nagyon éhesek és szomjasak vagyunk a veled való közösségre, Uram. A Jézus nevében, ámen. Hiszem, hogy már túl vagytok az Isten népe ébresztőn, és utánam pedig ne kapcsoljatok el, mert fogunk egy imádó oltárt építeni otthon. És az a téma, miért most fogunk imádkozni, hogy mindenki észrevegye és szembesüljön azzal, hogy Jézus a király és az urak ura, hogy senki ne sétáljon úgy el Jézus mellett, hogy őt prófétának gondolja, vagy valami csodatévő személynek. Jézus az egy igaz élő Isten fia, ő a messiás és ő a megváltó, és kell, hogy te ezt észrevedd. János 4:7-től fogom olvasni nektek Isten igéjét. Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondál néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondd azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaikkal. Felele Jézus is mondál néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és ő adott volna neked élő vizet. És tovább megyek a 13-as versre, felele Jézus, és mondá néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké
meg nem szomjúhozik. Hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő bennem. 16. vers. Mondánék Jézus, menj, hívd a te férjedet, hogy jöjjön ide. Felelé az asszony is mondá, nincs férjem. Mondánék Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani sem férjed, ezt igazán mondtad. Mondánék az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. 21. vers. Mondánék Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. 23. vers. De eljő az óra is, az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyent keres imádóul. És itt azt látjuk az igében, hogy volt egy asszony, aki nem ismerte Jézust. Elment a délidőben a kúthoz, mert arra számítván, hogy senki nincs ott, és vizet meríteni a vödréből is, találkozott Jézussal. És Jézus elmondta neki, akkor még nem értette, hogyha ő kérne tőle vizet Jézustól, az örök életet adná oda neki Jézus Krisztus. És elmondta neki Jézus, hogy 5 férje volt, és akivel él. Az sem az ő férje, szembesítette az asszonyt azzal, hogy ő mindent tud róla. És amikor ezt elmondta ennek az asszonynak, akkor az asszony rájött arra, hogy nem egy akárkivel, egy halandó prófétával, vagy egy olyan vezetővel találkozott, ő nem egy átlagos emberrel találkozott. Rájött arra, hogy aki ül a kútnál, aki hozzá beszélt, az maga Jézus Krisztus. Honnan tudjuk? Mert a 25. versben folytatódik az Isten igéje. Mondánék-e az asszony, tudom, hogy a messiás jő, aki Krisztusnak mondatik, mikor eljő, megjelent nékünk mindent. Mondánék ki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Tehát Jézus elmondta, hogy ő az Isten fia, és szembesítette őt azzal, hogy ő az, aki segíthet neki. És mit csinált ez az asszony? A 39. versből kiderül, elment, és elmondta azoknak az embereknek, akikkel egy faluban lakott, hogy ő találkozott a messiással, és találkozott Jézussal, az élő Istennel, aki úgy olvasott benne az ő életében, mint egy nyitott könyvbe. 39. vers. Abból a városból pedig sokan hisznek benne, a samaritánusok közül annak az asszonynak a beszédéért, aki bizonyságot tett vala. Sok ember hitt, amiatt, amit ez a szamáriai asszony elmondott, az ő bizonyságára lett egy ébredés abban a faluban, és egy újjászületés egyetlen egy ember miatt, aki ráébredt, hogy ő Istennel beszél, ráébredt, hogy ő a messiással beszél, ráébredt arra, hogy Istennel beszélget. Mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. 40. vers. Amint azért oda mentek hozzá a szamaritánusok, kérjük őt, hogy maradjon náluk, és ott marad a Jézus 2 napig. Isten igéje gyönyörű és nagyon beszédes. Azért fogunk imádkozni, hogy te, aki hallasz engem és látsz engem, aki Miskolcon még nem ismeri Jézust, aki Magyarországon még nem ismeri Jézust, a magyar nemzetben még nem ismeri Jézus, lehet, hogy már sokszor elmentél mellette, és nem ismerted föl, hogy ő a messiás, hogy ő Jézus. Sokszor beszéltek emberek. Isten beszél embereken keresztül. Isten most is beszél rajtam keresztül. Isten keres embereket, edényeket, akin keresztül ki tud folyni, ki tud csordulni az ő beszéde, aki meg tudja magát üresíteni, és akiket tud használni arra, hogy hirdessék az örök életet. Azért fogunk imádkozni, hogy te és azok az emberek felismerjék, hogy Isten szól hozzájuk, hogy Isten beszél hozzájuk, hogy felismerjék az egyigaz, élő Istent. Ezért fogunk most beimádkozni.
A Jézus Krisztus hatalmas nevében, Atyám, köszönöm neked, hogy itt lehetünk egy akaraton, egy szívvel, egy lélekkel, Uram, és azt mondja a te igéd, hogyha ketten egy akaraton vagyunk, bármi dolog felől, akkor te megadod azt, amit kérünk, és itt vagyunk most összekapaszkodva, mi keresztények, mi az online gyülekezeti tagjaink, az Új Szövetség gyülekezet hálózat tagjai, imádkozunk azért, Istenem, hogy mindenki, aki valaha is egyszer elment melletted, aki hallott rólad, aki látja a csodáidat, aki látta a bizonyságaid, aki hallotta a bizonyságokat, Uram, hogy fölismerjen téged, hogy te vagy az élő Isten, te vagy a Messiás, te vagy az egy igaz élő Isten, nem volt és nem lesz más Isten rajtad kívül, Uram. Imádkozom, hogy sokak találjanak úgy rád, hogy ez a szamáriai asszony, aki rád talált, nem is gondolta volna, hogy ő az örök élettel fog találkozni, és imádkozom azért, hogy aki veled találkozik, ugyanolyan ébredést hozzon az ő lakóközösségébe, az ő családjába, az ő munkahelyén, az ő iskolájában, hogy ez a szamáriai asszony újjászületést hozott, és ébredést hozott az ő bizonysága által az ő falujába, és kiömlöttek, és csordultak, ki áradtak az emberek, azok, akik éhesek voltak, és szomjasak voltak Istenre, és az asszony bizonysága által rádöbbentek, hogy az egyik az élő Istennel beszélnek. Uram, így szólom, és így profétálom a városomba, az országomba, az isteni találkozások láthatóvá válását. Így kérlek, drága Szent Szellem, hogy legyen a te jelenléted folyamatos, és nagyon mély, és nagyon erős a városunkban, nemzetünkben, az országunkban, hogy ezek a találkozások láthatóvá váljanak, Istenem, hogy angyaloknak a sokasága, angyaloknak a seregei, angyalok seregei dolgozzanak Miskolc és a magyar nemzet újjászületésén és megtéréséért, Uram. Imádkozunk, Istenem, hogy nagyon sok ilyen asszony legyen, nagyon sok ilyen férfi legyen, aki ma felismert téged, aki ma nem megy el melletted, akinek a elméjéről lehúzzák ezt a fekete leplet, hogy látván lásson, és halván halljon, hogy megértsék és meglássák az evangélium igazságát. Uram, imádkozom a kulcs emberekért, Uram, hivatalokban, hatalmi pozíciókban, vezetők, képviselők, tanárok, és oktatásügy, és gazdaság, olyan kulcs emberek, akik nagyon sok ember életére lesznek és vannak hatással. Elkérjük a kulcsemberek újjászületését és megtérését. Elkérjük a városnak a vezetőit az újjászületésre. Elkérjük a családjaikat, a házuk népét, elkérjük a tanárainkat, az óvónőinket, mindenfajta vezetőnknek az újjászületését és megtérését, Uram. Köszönöm, hogy lesznek találkozások, Uram, ahogy a kútnál találkozott veled ez az asszony, és tényleg, Uram, nem vizet kapott, hanem élő vizet, az örök életet, ott, abban a pillanatban, amikor szembesült azzal, hogy az élő Istennel beszélt. Uram, legyenek szembesülések. Uram, a mai napon is legyenek, akik hallgatnak, akik látnak bennünket, szembesüljenek az egyik az élő Istennel, szembesüljenek a te valóságoddal, a te jelenléteddel, Uram. Áradjál az országunkba, a városunkba, az utakon, a tereken, az óvodákba, a bölcsödékbe, az iskolákba, a munkahelyeken, Uram. Áradjál a családokba, az anyák szállásán, a hajléktalan szállón, a gyermekvárosba, a hospiszon, Uram. Áradjál a gyekbe, az onkológián, Uram. És szüld az embereket újjá, az abortusz klinikán, a prostituált negyedbe. Uram, áradjál, áradjon a te jelenléted, Uram. Áradjon a te mély, semmihez nem hasonlító, semmihez nem fogható, mély jelenléted, Uram, aki újját tudja szülni. Ez a jelenlét újját tud bennünket szülni. Ez a jelenlét örök életre hív bennünket. Uram, imádkozom a te mély jelenlétedért, isteni találkozásokért, Uram, ezen a mai napon is, a Jézus nevében. Ámen. És a te vagy az a szamáriai asszony, az a szamaritánus asszony, aki lehet, hogy már sokszor elment Jézus mellett, és nem voltál hajlandó
észrevenni a csodákat, a bizonyságtevéseket. Aki nem voltál hajlandó, makacs voltál, önfejű és akaratos, akkor ma van a szembesülés napja, hogy Jézus keres téged, hogy Jézus hozzád beszél, hogy Jézus akar téged. Akarja, hogy ne vesz el, hanem örök életed legyen. Mondjál igent Jézus hívó szavára, mondjál igent arra, hogy újjászülethess. Mondj igent Jézusnak ezen a mai napon, mert nem tudjuk, hogy meddig tartama, nem tudjuk, hogy holnap élünk-e még, hogy holnap élsz-e még, mert Jézus hamarosan visszajön, és az övéért fog visszajönni. Így áldalak meg benneteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Várunk benneteket. Az építs egy imádó oltárt otthonra is. Isten áldjon meg benneteket. Minden hétköznap reggel ima pajzs. Keresek valakit, aki a falakon áll. Keresek valakit, aki a résekre áll, az országért, a nemzetünkért. Ezért imádkozom szellemben, és imádkozom értelemben. Ima pajzs.